Az elmúlt esztendőkben az Zempléni hegység délnyugati dombjai között a Hernád folyó partján lévő község látványos fejlődésen ment keresztül. Megszépült a református templom, felújításra került a polgármesteri hivatal, a közterületek szépen parkosítottak, és a község infrastruktúrája is bővült. Az Alsó-Dobszán élők fő megélhetési forrása a mezőgazdaság. Az önkormányzat volt hazánkban az első, amely pálinka főzővel rendelkezett, és saját bevételeinek a növelésére bérfőzést is vállalnak. Alsó-Dobsza lakossága a közelmúltban 415 főről 350 főre csökkent, azonban a település élni akar, ezért idén szeptember 30-án közösségi házat és teret avattak. 2011 nyarán a beruházás keretében a meglévő épület teljes külső és belső felújításán túl új szárnyal is bővült az intézmény, valamint új parkolóhelyeket is kialakítottak. Az épületben megmaradt az eddig is működő üzlethelyiség, a többi részében pedig belső átalakításokkal közösségi helyiséget és az önkormányzat által működtetett információs irodát hoztak létre. Az új épületrészbe öltözők és vizes blokk, valamint egy kültéri raktárhelyiség került kialakításra. Az elmúlt két évtizedben folyamatosan építettük, szépítettük a falunkat. Minden éven valamit tettünk hozzá, és ez így sikerült az éven is, hogy egy közösségi házat építettünk, újítottunk fel, amely sok mindennek ad teret, főleg egy ilyen rendezvényeknek tudna legjobban teret adni, helyt adni, amit eddig az elmúlt időszakban már nem nagyon tudtunk tartani falunapokat, de bízva majd valamikori szebb jövőkbe, mert most erre nem nagy esélyünk van, de ennek adná elsődlegesen teret. Későbbiekben itt próbálunk kialakítani egy internet helyiséget. Építettünk egy korszerű színpadot, ami fedett, reméljük, hogy lesz rá alkalom, hogy ott különböző előadók szerepeljenek, és a mi gyerekeink megmutassák, mit tanultak itt az Alsó-Dobsza iskolába, ahol jelenleg még működik iskola, tagiskola, alsó tagozatos összevont iskola, működik a településünkön óvodába integrált bölcsöde, és egyre szebb számmal vannak a gyerekek, bízva abba, hogy az elkövetkezendő időben a falu lakossága nőni fog, mert ugyanis a dolgozni nem szerető és rendet nem szerető emberek 90%-a elhagyta településünket, és az ő helyükre most egyre több fiatal próbál a faluba jönni. Ez éven is így történt, nagy az érdeklődés az ingatlanok iránt, és lelátva a falu szépségét, sokat ponz ez a település. Itt a közösségi ház mellett van egy terület is, amely felújítása, fejlesztése vár. Mik a tervek? A futballpályát akarjuk átalakítani, ugyanis ezen a kis településen nagyméretű futballpályára nincs szükségünk. Későbbiekben egy parkot szeretnénk itt kialakítani, mellette pedig egy sportolásra lehetőségű adó kis pályát. Faluba újabb három beruházás készül a következő időszakba. Egy játszótér lesz kialakítva, az is itt a futballpálya mellett. Ugyanígy egy vállalkozó irodája lesz felújítva, és egy régi típusú lakást alakítunk át tájházzá, annak is a régi szokásoknak, a régi hagyományoknak megfelelően fogjuk átalakítani, felújítani. Ez az elkövetkezendő időszakban fog megtörténni. Továbbá egy illegális hulladéklerakónak a megsemmisítése várható a közeljövőben. Alsó-Dobsza tehát élni akar, honnan sikerül mindez pénzt szerezni, mennyi ennek a községnek az éves költségvetése? Hát az éves költségvetésünk egyre kevesebb, mert valamikor 100 millió jóval felül volt a költségvetésünk. Most ha azt nézzük, hogy 50 milliót kapunk az államtól, a többi az pedig csak átfolyt a településen, akkor már sokat mondtam. Ami a legnagyobb gond, ezt az értékeket, amit az elmúlt két évtizedben megépítettük, az elkövetkezendő idővel próbáljuk megmenteni. Ugyanis mindenki tudja, hallja nap mint nap, hogy a 3000 fő alatti települések nehéz helyzetbe kerülnek, és hát nem nagyon várjuk azt, amit velünk akarnak elkövetni, de valószínű, hogy meg fog történni, és ezt nagyon zokon is vesszük, ugyanis nem az apró kis települések tették tönkre az országot, nem az apró kis települések költötték a nagy pénzt el, igaz, hogy vittek el a közből, de közel sem akkorát, hogy ezeket kellene büntetni. A kis település szépsége és elhelyezkedése kiváló feltételeket biztosít a vadászoknak és a természetjárás szerelmeseinek, ahol igényesen kialakított vadászház fogadja a Hernádmenti településre érkezőket.